Tovább emelkedett a Magnyitogorszki gázrobbanás halálos áldozatainak száma, a szerda délutáni jelentés már 21 halottat összesít. A katasztrófa helyszínére folyamatosan hozzák az emlékezés virágait, és szabadtéri gyászmisét is celebráltak az összedőlt háznál. A túlélők keresését nehezítette, hogy mínusz 20 fokos fagyban zajlott a kutatás, de a mentők nem adták fel. Már munkagépekkel szállították el a nagyobb méretű törmelékeket, amikor a romok közül élve sikerült kimenteni egy 11 hónapos csecsemőt. A kisfiú megtalálása volt az erőfeszítések idején a legfelemelőbb pillanat, nyilatkozta a mentők egyike. Szerda estig 6 embert, közöttük 2 gyermeket sikerült élve kimenteni a romok alól, 20 személy sorsa továbbra is ismeretlen. A mentési munkálatok folytatódnak a hatóságok közlése szerint, noha fogy a remény, hogy újabb túlélőkre bukkanjanak. A gázrobbanás hétfő hajnalban történt egy 10-szintes sorház egyik lépcsőházában, az Urál déli részén, Magnyitogorszk városában.